68 állik felfegyverzett bandatagot tartóztattak le az ekvádori hatóságok, miután a bűnözők megrohamoztak egy kórházat, hogy kiszabadítsák sérült társukat. A férfit lőtsebbel ápolták egy rendőrök által őrzött korteremben, de mire a fegyveresek betörtek, már meghalt. A katonaság percek alatt lerohanta az épületet, a bandatagoktól fegyvereket és kábítószert is lefoglaltak. Guayas városában egy hónapja folynak véres leszámolások a drogkartellek és a védelmi erők között.